Hornok Jenő, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési vezetője elmondta, a visszajelzések alapján létrejöttek vállalkozói partnerkapcsolatok, együttműködések. Megrendelések születtek, teljesítések valósultak meg, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban sikerült elindítani valamit, és ez jó dolog. A mai rendezvény szintén az értékesítés ösztönzéshez kapcsolódik, ugye az online értékesítés a gyakorlatban ezt a címet viseli a mai programunk szakmai része, úgymond. Ugye itt a közösségi média felületek, és nem nevesítem szándékosan, adta lehetőségeket fogjuk nagyító alá venni, külső szakértő bevonásával és gyakorlati jellegű tanácsokkal, praktikumokkal próbáljuk segíteni a vállalkozásokat. Hozzátette, a közeljövőben tervezik egy gyakorlati workshop létrehozását. Tényleg szakmai, gyakorlatorientált, délelőtt 2-3 óra hossza keretében viszonylag kis csoportos részvétellel, de tényleg személyre szabott tanácsadás keretein belül egy szakmai napot, egy workshopot szervezünk, ez a közeljövőben megtörténik. Itt gyakorlatilag úgy gondoltuk, hogy mindenki hozza saját kis informatikai eszközét, és ott a szakértő bevonásával beállításra kerülnek, megfogalmazásra kerülnek a reklám szövegek, képek, videók, tehát hogy ez tényleg már szakmai, és tényleg, inkább azt mondom, hogy tényleg gyakorlati jellegű dolog lesz az. Az online marketingről Válóczi Károly tartott előadást a résztvevőknek. A mai előadásom az mindenképpen egy ilyen interaktív előadás lesz. A témája az online hirdetések lesznek, szerintem ez egy nagyon aktuális, mindig is aktuális téma a vállalkozóknál. Igazából is egy olyan anyagot hoztam, ami gyakorlatias, tehát hogy olyan dolgokat, praktikákat, tippeket, ötleteket, tanácsokat fogok megosztani, ami a gyakorlatból hozok. Tehát élővalós. Kifejtette, az internetes hirdetésekkel a vállalkozók számos lehetőséghez juthatnak. Remélhetőleg, amiket el fogok mondani gyakorlati tapasztalataimat, azokat bármikor, akár mai délután is már be fogják tudni építeni a vállalkozások működésébe, én úgy gondolom. Az elmúlt időszakban számos fórum, tájékoztató előadás valósult meg. A programsorozatok célja a cégek közötti kapcsolatépítés.